Ukrajna szaudarábiával Katárral, Törökországgal és Svájccal folytat egyeztetéseket egy esetleges második békecsúcs találkozóról, mondta el Volodymyr Zelenszky ukrán elnök egy indiai újságírókkal folytatott beszélgetésen, amelyet vasárnap tett közzé közösségi oldalán. Zelenszky elmondta, jelezte rendre Modi indiai kormányfőnek, támogatná, hogy Indiában rendezzék meg a második békecsúcsot, mert Kijev a globális dél valamelyik országát látná legszívesebben a rendezvény helyszíneként. Ugyanakkor szeretném világossá tenni, és ez nem csak Indiára, hanem bármely más potenciális házigazdára is vonatkozik, hogy olyan országban nem tarthatjuk a második csúcsot, amelyik nem fogadta el az első konferencia záró közleményét, szögezte le az ukrán elnök. India ugyan részt vett a júniusban Svájcban megrendezett békecsúcson, de a záró nyilatkozatot nem írta alá. Narendra Modi néhány nappal ezelőtt látogatott Kijevbe, ahol felajánlotta segítségét az Oroszországgal folytatott háború lezárásához. Konkrét javaslatokat nyilvánosan nem fogalmazott meg, de a vizit mindenképpen közeledést jelentett India és Ukrajna között, miután az utóbbi időben Kijev bizalmatlanul figyelte az orosz-indiai kapcsolatok szorosabbra válását. Zelenszky az indiai újságírókkal beszélgetve is megfogalmazott kritikát ezzel kapcsolatban, az ukrán elnök szerint Vladimir Putyin orosz elnök az ukrajna elleni háborút pénzeli az Indiával folytatott olaj- és gázkereskedelemből származó bevételeiből. Milliárdokat lop el a népétől. Az oroszok elszegényednek, de ezt észre sem veszik, mert Putyin a sajtót és a közösségi médiát is ellenőrzés alatt tartja, mondta Zelenszky. <tosz> Ukrajna közzétette az első képeket az új pályán rakéta drónjáról, amelyet arra terveztek, hogy orosz katonai repülőtereket támadjon és megsemmisítse az ellenség támadó potenciáját, írta a de Kiev Independent. Az új fegyver első sikeres bevetését Volodymyr Zelenszky elnök augusztus 24-i függetlenségnapi beszédében megerősítette, és egy új, augusztus 25-én a közösségi médiában közzétett videóban további részleteket közölt a projektről. A videó elején kiemeli, hogy Oroszország a háborúban 43 ezer különböző típusú rakétát és siklóbombát lőtt ki Ukrajnára. Az egyik leghatékonyabb módja ennek az ellensúlyozására az, hogy a katonai repülőtereken csapást mérünk a fegyverek hordozóira, az orosz repülőgépekre tette hozzá. Az új fegyver neve rendkívül szimbolikus. A palyán négyszer szó, amely egy hagyományos ukrán kenyérfélére utal, az oroszok számára köztudottan nehezen kiejthető. Az egész fejlesztés hihetetlenül rövid idő alatt, mindössze másfél év alatt készült el, mondta az elnök, aki azt is elárulta, hogy a fegyvert egy turbóhajtómű hajtja, és nem vadászgépekről, hanem földi platformról indítják. A fegyver költségei jelentősen alacsonyabbak, mint társaiké. A motiváció jelentős. Minél hamarabb elkészül a paljánica, annál több életet tud megvédeni, és annál kevesebb szenvedést kell elviselnie a civil lakosságnak. Zárul a videó. Andrei Yusov, az ukrán hírszerzés munkatársa szerint az Ukrán Védelmi Minisztérium már kidolgozott egy tervet az Oroszország által Krim félsziget felszabadítására és a Krími híd megsemmisítésére, írja az Unión Ukrán Hírügynökség. Elmondása szerint az oroszok azért ragaszkodnak ennyire erősen a félszigethez, mert ez a terület fontos a katonai logisztika és utánpótlás szempontjából. A félszigetet továbbra is nagy orosz katonai bázisként használják, mondta a tisztségviselő hozzá téve, hogy a védelmi erők már tervezik a terület felszabadítását. Mindannyian szeretnénk az órára nézni és azt mondani, hogy a krimi híd már csak 15 percig létezik. A valóság ennél bonyolultabb. Természetesen a védelmi biztonsági erőknek vannak tervei, mind az ukrán területek és a félsziget deokupációjára, mind pedig mindannak a megsemmisítésére, ami ezt akadályozza. Nem fogunk semmilyen bejelentést tenni, ahogy nem tettük ezt a korábban alkalmakkor sem, amikor a vonatkozó csapások eredményesek voltak, mondta az ukrán hírszerzés illetékese. Oroszország el akarta foglalni Harkiv városát, mondta Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Zelenszky azzal vádolja Putyint, hogy a háborús tevékenységét a harkívi területen készítette elő, és most a másfél milliós harkív akarja elfoglalni. Az ukrán elnök ugyanakkor úgy látja, hogy miközben Oroszország új területeket akar bekebelezni, nem foglalkozik a sajátjaival, ahová azért is tudott könnyű szerrel bejutni az ukrán haderő, mert sok helyen hiányos a légvédelmi rendszer, írta az Unión Ukrán Hírügynökség. Egy párizsi repülőtéren szombaton letartóztatták Pavel Durovot, a Telegram orosz alapítóját és vezérigazgatóját, miután leszállt az Azerbajdzsánból érkező magángépével a Le Bourget repülőtéren. Írja a New York Post. A francia hatóságok korábban házkutatási parancsot adtak ki egy előzetes nyomozás részeként Durov és titkosított üzenetküldő alkalmazása ellen, amelynek világszerte mintegy 900 millió felhasználója van. A bűnöldöző szervek úgy vélik, hogy a Telegram moderáció hiánya és az általa kínált eszközök, például a kriptovaluták miatt bűrészessé vált a globális kábítószerkereskedelemben, pedofiliában és csalásokban. A parancs csak akkor léphetett hatályba, amikor Durov francia földre lép, és ez szombaton meg is történt. Egyelőre nem tudni, miért vállalta a kockázatot. A 39 éves Pavel Durov a kontaktja nevű közösségi oldal létrehozásában is részt vett. A milliárdos, francia és Egyesült Arab Emírségbeli állampolgársággal is bír, és Dubajban él, ahol a Telegram székhelye is található. Tucker Carson és Elon Musk is reagáltak a franciák intézkedésére. A konzervatív média személyiség szerint Durov letartóztatása a szólásszabadság megtámadása. Pavel Durov akkor hagyta el Oroszországot, amikor annak kormánya megpróbálta átvenni az irányítást a Telegram fölött. De végül nem Putyin tartóztatta le a szólásszabadság fenntartása miatt. Egy nyugati ország, a Biden adminisztrációs szövetségese és lelkes NATO-tag zárta be, írta Carson az XM. Elon Musk többek között annyit írt, hogy POV, It's 2030 in Europe and you are being executed for liking a meme, aminek a jelentése nagyjából az, hogy Durov példája csak a kezdet, szerinte a szólás és információs szabadságnak vége. egyetlen keresztény egyházat se szüntessenek be közvetlenül vagy közvetetten, hangoztatta Ferenc pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap, miután Volodymyr Zelenszky aláírta az Oroszország által elismert ukrán ortodox egyház betiltásáról szóló törvényt. Ferenc pápa kijelentette, hogy továbbra is fájdalommal követi az Ukrajnában és az Oroszország területén zajló harcokat. Ami pedig a nemrég Ukrajnában elfogadott jogszabályt illeti, Ferenc pápa hangoztatta – Féltem azoknak a szabadságát, akik imádkoznak, mivel aki igazán imádkozik, annak az imája mindig mindenkiért szól. Imádkozással nem követel bűnt. A katolikus egyházfő úgy vélte, hogy ha valaki rosszat tesz saját nép ellen, akkor azért bűnösnek lehet tartani, de senki nem követel bűnt, mert imádkozott. Akkor pedig hagyjuk imádkozni, aki imádkozni akar. Annál az egyháznál, amelyet sajátjának tart. Kérem, egyetlen keresztény egyház se közvetlenül vagy közvetetten, el a kezekkel az egyházaktól, mondta Ferenc pápa. A pápa utalta arról, hogy Volodymyr Zelenszky elnök aláírta a Moszkva által kánoniként elismert ukrán-ortodox egyház betiltását lehetővé tévő törvényt, amelyet kedden fogadott el az ország parlamentje. Az elnöki döntést az ukrán parlament honlapján tették közzé szombaton. A törvénytervezet kitiltja az ukrán területről az oroszok által elismert ortodox egyházat, egy kormánybizottság pedig listát állít össze ennek leányszervezeteiről, amelyeknek a működését nem engedélyezik tovább.